Milyen vállalkozást érdemes indítanod, mikor érdemes indítanod, és egyáltalán hogyan érdemes indítanod 2021-ben? Erről beszéljünk ma, ezért üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Kezdjük! Ha az idei évtervezésedben vagy élettervezésedben már gondoltál arra, hogy indítasz egy vállalkozást idén, akkor itt az ideje már eltelt egy hónap. Ha még nem léptél, akkor nézzük meg egy pár dolgot, egy pár gondolatot, amivel tudunk segíteni ebben. Egyrészt nagyon sokan, akik már indítottak korábban vállalkozást, van aki 20-25 éve, a akkori tudásával vagy a mai már működő vállalkozásban lévő tudásával egy újat indítani nem nagyon tud. Megmondom miért, mert megváltozott az egész világ. Nem arról beszélek, hogy másképp kell céget alapítani, meg katás cégek vannak, hanem az egész marketing, az egész cégalapítás, a kockázatok, a tőke és minden egyéb megváltozott. Úgyhogy érdemes elgondolkozni azon, hogy ma ugyanabban a módszerrel el tudnád indítani a vállalkozásodat, ahogy elkezdted 20 éve, 25 éve, vagy akár 10 évvel ezelőtt is, mondjuk az előző válság előtt. Aztán vannak nagyon sokan, akik ugyan van talán munkájuk, talán még nem vesztették el, vagy talán jól is megy, de látják, hogy ennek nem lesz jó vége. Tehát ez az állásba való dolgozás például akkor is már úgymond félelmet kelthet benned, hogyha előre nézel, mondjuk idősebb kollégákat, a legtöbbet 50-60 év fölött már nem nagyon akarják fölvenni, onnan még azért mindig van egy jó pár év, amíg esetleg nyugdíjba mész, és a nyugdíj az meg nem fog kisegíteni, tehát a legtöbben rájönnek arra, hogy valahol változtatni kell. Ráadásul a mai világ arra felé halad, hogy önmagad gondoskodj, ugye? Mint nyugaton, itt mondjuk Ausztriában én vagyok, Gráznál, a Mur folyó partján vagyok egyébként kint. Itt mondjuk, ha egy szállodának, vagy egy vendéglátósnak van forgalma, beszéltem most egy párral az előző években, akkor gyakorlatilag a költségeit és a bevételnek 80%-át az téríti az állam. Tehát nem fog tönkre menni, nem lesz gond. De nagyon sok magyar vállalkozónál, főleg a vendéglátás területén, meg sok más területen, ez így, hogy mondjam, inkább mókusvakítás szintjén megy, nem nagyon kap pénzt. Tehát rá kell jönni a legtöbbüknek, hogy az üzleti modellnek meg kell változtatni. Ráadásul nagyon sok olyan cég van, amely technológiailag elavult, tehát működik még, meg vannak ügyfeleik, de nem nagyon tud újakat szerezni. Úgyhogy nekik érdemes elgondolkozni azon, hogy hogyan lehet megújítani a céget, új vállalkozást indítani, és hogyha úgy gondolod, hogy az alkalmazotti lét nem fogja biztosítani a mától kezdődő jövőd, ugye az ma kezdődik és tart, ameddig él, vagy élünk, nem fogja azt biztosítani, amit ilyen életet te szeretnél, akkor a legtöbben rájönnek, hogy a vállalkozás nem csak feltétlenül azt jelenti, hogy több pénz, nagyobb autód lesz, hanem több életed lesz. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi minden kell ehhez. És amiről nem akarok beszélni, és előre jelzem, hogy lesz csütörtökön egy webinárium, amit ott se fogok beszélni, hogy milyen céget alapíts. Ez a Kata, nem Kata, Julcsik, Kata, Klára, szóval ezek a változatok, és akkor milyen kombináció van, és akkor van a feleségemnek egy KFT-je, nekem egy katás cégem, és akkor itt számol a költséget ott. Tehát ilyen trükközésről nem lesz szó. Itt alapvetően, amiről beszélni fogunk, az nem a könyvelés, nem az adózás, nem a cégalapítás, nem a trükköknek az összerakása, ezt beszélj egy könyvelés, velővel az a leghatékonyabb, hogyha vagy egy ilyen tanácsadóval beszélsz, pénzügyi vagy adó tanácsadóval. Ügyvédelmek beszélnek, hogy milyen céget érdemes alapítanod. Lehetőleg ne abba gondolkozz, hogy hosszú távon fölépítesz egy olyan üzleti modellt, és abból szeretsz majd megélni, amit csak úgy lehet elindítani, mondjuk a kata vagy az áfamentesség kihasználása mellett kicsiben még működik, de 27% áfával, ami azért brutális, már nem fog működni. Tehát ezeket gondold végig. Amiről szó lesz, és amin érdemes elgondolkoznod, hogy egyáltalán miért akarsz vállalkozni? És itt két különböző dolgot meg kell különböztetni. Van a push meg a pull, tehát van, amikor nyomnak. Nekem nagyon sok ügyfelem úgy vett régebben ingatlant, 2008, 2009, 2010, 2011-ben Ausztriában, hogy így hát nyomta az otthoni problémák, most újra megjelentek ezek a fajta ügyfelek, hogy hát el akarnak előbb-utóbb jönni, mert nem Ausztria az életük vágyuk, szélesen élnek Magyarországon, csak ott nem jó. És ugyanígy lehetséges, hogy van egy vállalkozásod, vagy egy munkahelyed, ami igazából csinálnál szívesen, csak rossz a piac, rossz a főnök, egyebek, és nem a vállalkozásod vonz, hanem te taszítódsz a mostani helyzetettől. Ez amikor mondhatni, hogy külső motiváció van. De nyilván az sokkal előnyösebb és jobb, és ezen gondolkozz el, hogyha azért akarod otthagyni a mostani helyzetedet és változtatni, mert valami célod van, valami elhivatottságod van, valami örömöd van. És hidd el, ma nagyon úgy tűnik, hogy a pénz mozgat mindent, de nem.
mert nagyon sokszor találkozom olyan vállalkozókkal, kezdő vállalkozó, vállalkozásról álmodozókkal, akikben sokkal erősebb az önmegvalósítás vágya, mint a pénz, ezért hoznak sokszor nem működő, majdnem, hogy ilyen non-profit módon létre cégeket, ugyan profitot remélnek majd benne, de alapvetően akkor is csinálják, ha már évek óta ráfizetnek. Szóval miért kezdesz el vállalkozni? Ez az egyik fontos kérdés, és ez nagyon sok segítő kérdést fogok föltenni a webináriumon, csütörtök a 19 órától ingyenes, csak regisztrálnod kell a videó alatti linken. A kényszervállalkozásból mit tudsz kihozni? Hobbi vállalkozó, tudatos vállalkozó, vonza a vállalkozás, vagy taszítja más helyzet? Ugye ez egy fontos dolog. De akkor amiről szó lesz, és érdemes elgondolkozom, hogy mi lesz az útvonalterved? Tehát a legtöbben így tudják, hogy vágynak valami klassz dologra, létrehoznék egy ilyen lakberendező céget, azon sik, vagy elkezdenék, nem tudom én, valami jópofa dolgot csinálni, mert látom, hogy ez a szomszédomnak probléma, de nem méri fel a piacot, nem gondolja végig, hogy az egész folyamat miből áll, nem gondolja, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást végez, mekkora tőke, milyen tudás, egyebek. Tehát magyarul nincs egy útvonalterved, csak így álmodozol valamiről, de nem gondolod, hogy hogyan, miként fogsz eljutni autóval, repülővel, kerékpárral, vagy gyalog, vagy csak a tévén nézed, ugye ez álmodozás. Tehát dolgozni csak a tudásért és tapasztalat érdemes állásban, ezt meg fogjuk nézni, hogy mit is jelent. Keres szakmai támogatókat, hogyan találsz szakmai támogatókat és kiket. Ne barátokkal kezd a vállalkozás. Ez egyik legfontosabb kérdés lesz ennek a webináriumnak, hogy kivel kezd el a vállalkozást. Egyedül elkezdeni? Nagyon nehéz. Nekem nem nagyon működtek azok, amiben teljesen egyedül vagyok, vagy sokkal vérverejtékesebben működnek. Akikkel együtt dolgozol, ott nyilván lehet nagyon-nagyon jó eredménye, hogyha jó az együttműködés, több ilyen vállalkozásom van és volt. És volt egy kettő, ami rossz társválasztásnál nagyon rosszul működött, úgyhogy ez is előfordul, meg fogom mondani, mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni, meg fogod látni, egészen más gondolkodást fogunk beültetni csütörtökön. Egyszer csütörtökön, ha velünk tartasz, nem ugyanaz leszel, mint előtte, teljesen meg fog változni a gondolkodásod a vállalkozásról. Mit kell megtanulnod, milyen folyamaton kell átmenni. Ugye egy fontos dolog, hogy ma a legtöbben, akik vállalkozni akarnak, vagy sokan nem is akarnak vállalkozni, csak pénzt akarnak keresni, ők azt szeretnék, és ez a legfontosabb vágyuk, hogy ugyanannak maradjanak, ugyanannak nyerőfeszítése, ugyanazok maradjanak, igen, de sokkal több pénzzel, ugye? És hát ez, ha nem akarsz lopni, csalni, hazudni, vagy politizálni, akkor, vagy politikusnak menni, akkor nyilván a vállalkozás a legnormálisabb út. Úgyhogy megnézzük, hogy miért meg kell ezt tanulni, és miért változni kell, miért mert át kell alakulni. Aztán, ami fontos ebbe a checklistába, hogy milyen ötleteket, honnan szerzel ötleteket, honnan tudsz kutatni ötleteket, hogyan tudsz leellenőrizni egy ötletet, hogy jó-e, vagy nem. Ugye szokták kérdezni egy üzleti tervre, ma is kaptam egy ilyet, egy ötletre, egy marketing, vagy egy vállalkozási ötletre, hogy jó-e. És egyrészt egy ötletre megmondani, hogy nem lehet, hogy jó-e. Arra lehet megmondani, hogy egy ötlet, meg egy ember, meg egy piac, meg az egész nagy valószínűséggel működni fog-e. De önmagában egy ötlet, annélkül, hogy tudnám, hogy ki az, aki megvalósítja, rossz kérdés. Tehát nem nagyon fog működni. Úgyhogy hogyan tudsz kiértékelni ötleteket, milyen szerepe lehet a véletlennek, milyen szerepe lehet annak, hogy kivel és kitől kérsz tanácsokat, ugye? Azt szokták mondani, hogy a legjobb máskárából tanulni. Máskárából csak a kárt tudod tanulni. Ne olyanoktól tanulj, akik már azt hirdetik, hogy már három vállalkozást csődbe vittek. Ezektől lehetőleg ne nagyon tanulj. Olyanoktól tanulj, akik nem hangosan harsognak avval, hogy előtte milyen nyomorban éltek, hanem mindig is normálisan szolidan vállalkoztak, mert ők azok, akik stabil vállalkozást építenek. Én azt gondolom, a vállalkozást építeni nem az a lényeg, hogy milyen gyorsan tudsz. Mi 2008 év második felében elindítottunk egy online tőzsdei kereskedő szoftver, devizakereskedést. És elmondhatom, hogy figyelj, fél év alatt. Nem is volt fél év, tehát körülbelül 3 hónap alatt 70%-ot hozott. És wow, gyere hozzám, én megtanítalak tőzsdézni. Igen ám, csak utána másfél hónap alatt visszament nullára, magyarul elbukta ezt 70%-ot. Tehát az, hogy valaki nagy pénzt csinál hirtelen, és talán mindet elbukja, vagy nem tudja fönntartani, az lószat se ér. Az egy olyan, mint egy eső, elmúlik. De a locsolás az viszont állandóan növeszi a növény. Szóval gondolkozz el, ki az, akitől tanulsz. Nagyon nézd meg, ki az, akitől tanulsz. Én nem vagyok a fiatalok ellen, a fiatalok nagyon dinamikusak tudnak lenni, de hát még a tojáshéj a seggükön van legtöbbször, és neked akarják megmondani, hogy milyen vállalkozást indíts, amikor még ők nem is indítottak sokszor. Szóval hihetetlen. Aztán, hogyan tudsz felkészülni a vállalkozásra? Sőt, el fogom mondani,
ami meg fogsz döbbenni egyébként, azt el fogom árulni csütörtökön, hogy mi az első lépés, amit meg kell tenned a vállalkozásba, és ez nem a vállalkozás, hanem valami teljesen más lesz, mert különben nagyon könnyen falnak mész. Jönnek hozzám ötletekkel emberek, és én elmondom nekik ezt az egyetlen egy trükköt, és akkor így sokszor elkullognak az orrukat lógatva, vagy egy részük persze megfogadja, és megcsinálja, és azok lesznek sikeresek. Úgyhogy elmondom ezt a kis választó vonalat, meg fogod látni, döbbenetesen egyszerű, de senki nem beszél róla. Azt tudom garantálni, hogy soha az életben nem hallottál még arról, amit el fog árulni, mint titok. Akkor felkészülés a változásra nyilván, végig kell gondolni, ugye ez a végig gondolni a sztorit. Sokszor hallom azt, amikor beszélünk egy-egy vállalkozási ötletről, hogy kérdezek egy-egy apróságnak tűnő dolgot, azt mondja, az apróságok nem számítanak, majd megoldjuk, a cél a lényeg, meg a pozitív hozzáállás, meg a spirituális gondolat, meg mit tudom mi a tököm. A spirituális gondolataid nem fogják kifizetni a számláidat, azt neked kell kifizetni, a pénzt neked kell megtermelni. És igenis a kis dolgokon múlik, mert ha megnéznéd egyébként, mondok egy szívesen egy ilyen példát, például a Blockbusters volt ilyen, az a videókölcsönző, DVD kölcsönző, ha megnézed az üzleti modelljükben, hogy mit csinálta a profitot, azt csinálta a fő profitot, abból volt gyakorlatilag a nyereség tömegük, hogy az emberek később vitték vissza a videót. Később visszék vissza a videót, és brutális büntetéseket kellett fizetni. Maga a kölcsönzés nem volt nyereséges. Apró dolognak tűnik? Hát nem annyira, mert ettől függött a nyereségességük. Jó, tehát érdemes föltenni apró kérdéseket, és a másik az, hogy nagyon sokszor, amikor elterveznek egy üzletet, nagyjából tudják, hogy mennyi költsége lesz előállítani egy kabátot, vagy megvenni, vagy meghozni, vagy marketing, egyebek, és arra rászoroznak x százalékot, általában 10-20-30 akárhány százalékot, és azt hiszik, na, mit szólsz hozzá, milyen ötlet, 10-30% hasznunk van belőle. És elkezdünk számolni, kiderül, hogy mínusz 10%-ban vannak, mert nem néztek minden költséget, tehát meg fogom neked mondani, mi az az egyetlen egy helyes szám, amit legalább el kell érned ahhoz, hogy kereskedj vagy szolgáltass, mekkora az árrés. Ezen is meg fog szerintem döbbenni, de csütörtökön kifejtem, például megmutatom. Aztán mi az, még fontos? Szakmai felkészülés, akkor a piac megnézése. Meg kell nézni, hogy mikor, kivel, munka mellett, vagy munka helyett, tehát felmondva érmes vállalkozást indítani. Mik a legnagyobb hibák, amire fel tudtál volna készülni a tuszról előre? Tehát a legtöbbször, amikor buknak vállalkozások, akkor egyszerűen a tudatlanságon múlik. A tudatlanságon múlik. Mert nem tudták, amire föl kellett volna készülniük. Lett volna egy jó mentoruk, az egészet nem bukják el, ami éveket és sok pénzt jelent. Akkor kinek javaslom ezt, hogy gyere el esetleg csütörtökön, teljesen ingyenes, tehát nagyon nagy kockázatod nincs, gyere el csütörtökön 19 órától este, nem tudom, a tévbe, ki nem szarja le, de már mindenképpen valószínűleg otthon leszel, lassan már kijárási tilalom van ugye 20 órától. Tehát nézzük meg, hogy mi mindenen kell végigmenned a vállalkozáson. És azért nem is élőben ott lenned, mert akkor föl tudsz tenni kérdéseket, és igen, meg fogod látni, megmutatom azt az utat, azt a pontos útvonaltervet, hogy el tudsz jutni oda, hogy legyen egy sikeres vállalkozásod, mert itt az ideje. Azra már biztos rájöttél, hogy se Európa nem fog ott gondoskodni, végkevésbé Orbán Viktor, ha csak nem Mészárosnak hívnak, szóval, és ő még Lőrinc is vagy ráadásul, szóval nézd már reálisan a helyzetet, nézd már reálisan, sokan azt látják, hogy süt a nap, de nincs 20 fok, nagy kabát vagyok, itt már mínusz van, és hó van körülöttem. Szóval reálisan nézd a világot. A világ nem fog rólad gondoskodni. Magadnak kell. Ez pedig a legegyszerűbb a vállalkozás, és Magyarországon adóparadicsom van. Olyan az SZIA és olyan a társasági adó, hogy mindegyik kevesebb, mint a fele, mint nyugat bármelyik országa, például Ausztriában. Tehát egyszerűen bomba jó dolog okosan vállalkozni. Nem a katára gondolok, az is jó dolog indulásnál, de az üzleti tervedet már úgy készítsd el, hogy nagy mennyiségű forgalomba és a katát rég kinőve is működjön. Na, hát ezekről beszélünk. Ha még nem indultál el, és idén tervezted, figyelj, bele kell húzni, már egy egész hónap eltelt. A legtöbben így fölöcsúdnak, hú, február 1-e van, vagy 2-a, ugye amikor ezt látom, már 3-a van, ugye, hogy szalad az idő, és egyszerűen még nem csináltam semmit, mindig elsikeztem a vállalkozást, még nem is tudom, még csak gondolkozom, még csak tervezgetek, még csak irogatok, még csak nem is tudom, nem tudok dönteni. Ha nem tudsz dönteni, akkor keres valakit, aki segít. Nem olyat kell keresni, aki megmondja, hogy mi a helyes válasz, az se rossz persze. Azt is sok esetben megtörténik. Amikor föltesz egy jó kérdést, a kérdésre, mint coaching kérdésre, te magad tudod válaszolni, szóval, szuper! A legtöbbször azért nem indulnak el az emberek,
bármiben is, egy félnek, ugye, az ismeretlentől, vagy a döntéseiktől, vagy a döntéseiknek az ismeretlen hatásától. Indulj el, csütörtökön, 19 órakor egy dolgot kell tenned, regisztrálsz a hírlevelünkre, egyébként is egy csomó hasznos dolgot fogsz kapni, és onnantól kezdve csütörtökön még kérdezhetsz is, sőt, megteheted, hogyha a regisztrációkor kapott e-mailre, tehát amire megerősítést kaptál, válaszként elküld nekem a sikervitamin.hu-ra, a kérdésedet akkor csütörtökön élőbe nagyobb eséllyel fog tudni válaszolni. Sőt, mondhatsz egy pitchet, tehát egy olyan rövid 3-5 perces ötletet az e-mailben, vagy egy rövid videóban akár, vagy ha gondolod, akkor küld el előre egy videó formában, és akkor be tudom játszani, ha lesz ilyen, ha valaki veri a bátorságot, de szóval mi az, hogy van bátorsága? Hát ha valaki nem mer egy videót föltenni a YouTube-ra vagy az internetre, akkor hogy a szarba merne vállalkozni? Ugye ez hülye kérdés volt. Na mindegy. Szóval van annyi bátorságot, ha vállalkozni akarsz, küld el a kérdésedet, küld el azt a pitchet, tehát azt a rövid elevator pitchnek szokták mondani, tehát egy trükköt hadd mondjak el, olyan rövid legyen az, mint hogyha találkoznál pont avval a befektetővel, vagy vezérigazgatóval, vagy cégvezetővel, aki pont neked kell, mint társpartner, bármi egyéb módon elmondanod, és mondjuk a tizedik emeletig, a nullától véletlenül egy liftbe kerültök, és ott felkészülés nélkül egyből kell tudnod mondani, ez elevator pitch, ugye a liftben elmondott rövid kis valami, amivel annyit el kell tudnod érni, hogy fölkelted a másikban az érdek, és legalább tudja nagyjából, hogy miről van szó. Ha fölkelted az érdeklődést, szokták csinálsz az MLM-esek, de nem érti, hogy miről van szó, akkor bizalmatlan lesz. Tehát nagyon rövid időből értse, ne értse félre, pláne ha teljesen új dolgot csinálsz, akkor könnyen berakják egy meglévő subláde fiókba, tehát ne értse félre, és legyen annyi érdeklődés, hogy egy következő időpontban hajlandó legyen veled találkozni. Na, ilyen elevator pitch, ha ilyet tudsz, vagy írásban, vagy pedig videóban, akkor már közelebb állsz a vállalkozásodhoz. Várom a jelentkezésedet, csatlakozz, nem lesz nyilvános a webinár, előrejelzem, élő lesz, azt is előrejelzem, tehát nem felvételről megy, de csak akik regisztrálnak, akik velünk tartanak. Na, én még élvezem egy kicsit itt a gyönyörű Mur folyónak a napos oldalát, és találkozunk csütörtökön. Mutatom egyébként, merre járok, jó? Nézd! Van érdekes dolog, hogy egyébként 10 évig, vagy majdnem 11 évig laktunk ezen folyó fölfelé 150 kilométerrel Murauban, a Mur folyó mentén, pont a házunk úgy volt, mint ez a partfal a folyóhoz. Most pedig körülbelül 20 perc gyalog ide lejönni a házunktól, és hát majdnem, hogy látjuk az itteni házakat, villanyoszlopokat, ugye magát a folyót nem. De hihetetlen, hogy a Murtól nem tudtunk elszakadni, és nagyon hiányzik a tenger, úgyhogy már valahogy meg kell oldanom, hogy lejussak az Adriájra hajónkhoz. Na, találkozunk csütörtökön, beszélünk a vállalkozásodról, megmutatom az útvonaltervet. Ciao.